van két kisgyerekem, és pont azon gondolkoztam, hogy erre a darabra az 5,5 éves lányomat már el fogom tudni hozni. És annyira személyes nekem most ez az egész, hogy énekelünk is, ifjúsági darab is, és hogy még ő is látni fog, először fog engem látni színpadon, úgyhogy rögtön személyessé vált. Az egyik szerep a nagypapa, nem véletlen, hogy ez jut most eszembe, rögtön, mivel hogy itt nemrég nagypapa lettem. A másik szerepem pedig a kenyér. Elsőre megfogott a kutya szerep. Játszottam már kutyát 98-ban, a Mirmúra Kandúrban voltam a téglagyári megálló, úgyhogy a kutyának nagyon örülök. A karakterem majd biztos az idővel is fejlődik, úgyhogy most első blikre azt mondanám, hogy hát jó testvérek Mitillel, ugye, hiszen együtt tartanak a kis kalandjukban, és egy kicsit félős kislánynak tartom, vagy hát talán csak kislány és naív, és még nem tudja, mit várjon ettől az új világtól, amiben belecsöppennek. Az első jelenet nekem alapvetően a kezdés az mindig nagyon nehéz egy darabban, és nekem egyből nagyon megtetszett, ahogy mi a Mitillel együtt csintalankodunk, barátkozunk, ismertetjük a szöveget, illetve a történetnek az elejét, a cselekményszálát elindítjuk. Ez szerintem egy nagyon érdekes dolog, és ez fogja majd beindítani a darabot. Ez a darab régi kedvencem, tehát nekem nagyon-nagyon megtisztelő, hogy ilyen nagyszerű színészekkel, nagyon tehetséges fiatalokkal játszhatom, és én lehetek az egyik lelke a darabnak, ugye a nagyanyó, az anyuka, a lelke szelleme, és hát egy picit ugye fogom össze a gyerekeket, a két főhőst, és hát valami tünemény volt így a felolvasásnál is, az első alkalommal is annyira tetszik, és annyira boldogság lesz. Megtisztelő, nagyon szép, megható a történet. Szükség van az ilyen darabokra, azt gondolom. Ahogy így rám néznek a nézők, egyből feltűnik az, hogy én a magyar népművészetből, népviseletekből inspirálódok, és én ezt szeretném a darabba belecsempészni. Hála Isten a rendezőnővel és mindenkivel egyetértésben ezt a stílust fogjuk képviselni, úgyhogy a nagyanyán, az anyán, a gyerekeken hímzés mintákat szeretnék megjeleníteni. A szívemhez nagyon közel állnak a mesék, balladák, úgyhogy én nagyon sokszor álmodok meg kollekciókat magyar népmesékhez, legendákhoz, balladákhoz, népdalokhoz és versekhez, úgyhogy ez egy nagyon szívemhez közeli produkció. A színek nagyon fontosak. A két dimenzió, a két világ miatt is. Tehát olyan színeket fogunk használni, amik egy kicsit úgy elvarázsolják majd a gyerekeket és a nézőket. Tehát valószínűleg egy 7-8 tagú zenekarral fog majd menni. Karakteres hangszerekkel. Boldogságot azt nem kívül kell keresni, és nem kell messze keresni, hiszen igazából itt van bennünk, és talán nem is a végcél a fontos, hanem az az út, amit megteszünk, és hát remélem, hogy a végére, a rendezés végére ez így ki is fog derülni, és hogy ezt fogja az egész előadás tükrözni. Szeretném, hogyha együtt lenne a család. Szülő, nagyszülő, gyerek, anyuka, apuka, és utána beszéljenek erről a darabról. Tehát folytatódjon ez a párbeszéd. Ne úgy menjenek, hogy most na, akkor láttam valamit, és már nem is emlékszem rá, hogy miről szól. És ez a darab pontosan alkalmas arra, hogy otthon folytatódjon a párbeszéd erről, hiszen olyan gondolatisága van.